Sok sportolóban hagyott hiányérzetet, hogy Csonkár a sikeredes sportágában a 2019-2020-as idény. A kisvárdai női kézilabda csapat a 10. helyen állt az NBA-ben akkor, amikor a szövetség befejezetté nyilvánította a bajnokságot. Az együttes kapusa Pásztor Bettina szerint jó közösség alakult ki, de az edzéseken elvégzett munka eredményét nem mindig látták viszont a meccseken. Nagyon összetartó kis közösség alakult ki. Pontokban nem mindig mutatkozott sajnos, tehát nagyon keményen edzettünk, nagyon jól dolgoztunk, viszont eredményességben, egy pontokban nem mindig jöttek úgy az eredmények, viszont pont amikor megállt a bajnokság, egy nagyon fontos győzelmünk volt ugye a Fehérvár ellen, ami adott volna szerintem egy lendületet a csapatnak, úgyhogy nagyon rosszkor jött, vagy hát sose jön jókor egy ilyen leállás, de pont egy ilyen győzelem után történt ez a leállás. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek jó formában voltam, nagyon maximalista vagyok, úgyhogy el is várom magamtól ezt az eredményt, hogy jól teljesítsek. Mondjuk a Dombil utcával nagyon jó kapcsolatom alakult ki a pályán, szóval általában nagyon hamar észrevettem középen, amikor indult, és sok gyors lerohanásból lőttünk ebből, úgyhogy úgy érzem, hogy talán a gyors kiadásokba fejlődtem idén. Meg talán még azt is, hogy a védekezés nagyon szerettem előttem, szóval így átlövéseknél szinte már csak tényleg az oldalamra mentem, és sávba tudták lőni a labdákat, úgyhogy úgy érzem, hogy talán így a védekezés is nagyon jó volt előttem, és így ezáltal ugye én is jobban tudtam teljesíteni. A 27 esztendős kapus nem hagyta abba az edzéseket, és bízik abban, hogy hamarosan már csapattársaival együtt tréningezhet a kisvárdai sportcsarnokban. Amióta leálláson folyamatosan kapunk programot, egyéni edzés, szóval nekünk igazából nincs leállás, ha úgy vesszük, de ezeket kötelező jellegűen meg kell csinálnunk. Futások vannak, erősítések. Én a leálláskor maradtam Kisvárdán egy hónapig talán, és én ott csináltam. Szabad téren futottam, meg otthon a lakásomban csináltam az erősítéseket. Most hazajöttem a szüleimhez, Szatmárcsökére, és most itt végzem a feladatokat. Mindenki nagyon szeretné, minél hamarabb el tudjuk kezdeni, mert ugye sportolóként nagyon megvisel minket ez, hogy nem tudunk igazából labdázni, mert most megcsináljuk ezt a futó részt, meg az erősítést, ez ugye ad nekünk egy alapálló képességet, hogy azért ne veszítsük el a formánkat erőlétileg, de azért ugye az igazi része, amit ugye imádunk, a labdázó rész, az sajnos kimaradt, hogy nem tudunk terembe edzeni, úgyhogy ez nagyon hiányzik nekünk. Sajnos a kezdésről ugye, amíg itt most a vírus miatt ugye hétről hétre változik minden, semmit nem lehet tudni, hogy mikor lehet várhatóan elkezdeni és terembe edzeni. Ugye ez lenne nekünk a lényeg, hogy termi edzések engedélyezve legyenek.